A kárpát-medencei magyarok találkozóját 13 évvel ezelőtt kezdték el hagyományteremtő szándékkal megszervezni, már a Maglód legnagyobb rendezvényévé nőtte ki magát. Minden évben cél a határon túli magyarság vendégül látása, és persze az összefogás. A február 15-től 17-ig a határon túlról mintegy 100 vendég érkezik majd. A főszervező idén is a helyi polgári kör elnöke lesz. Akkor szerettünk volna egy hagyományos disznóvágást csinálni, amit meg is szerveztünk, de valami hiányérzetünk volt, és akkor már hál' Istennek Maglódnak és a polgári körnek is voltak határon túli kapcsolataik, akkor úgy gondoltuk, hogy nagyon jó lenne erre a rendezvényre határon túli magyar testvéreinket is meghívni. Ők is bemutatnák a disznóvágással kapcsolatos tudományaikat, illetve hát azokat a hagyományos ételeket, amelyeket ők készítenek, azokat megfőzhetnék, együtt szórakoznánk, elhoznák dalaikat, táncaikat, és itt egy jó összejövetel lenne Maglódon. Valójában így indult el az egész, és hála Istennek most már ez egy nagyon komoly, talán Maglód legnagyobb rendezvényévé nőtte ki magát. Nagyon sok vendéggel az elszakított területek mindegyikéről jönnek, több helyről is, és hál' Istennek minden évben bővül ez a létszám, úgyhogy az idén is fognak jönni olyan vendégek, akik még nem jártak itt, például Bihardiószegről Heit Lóránt, egy kiváló magyar borász, aki a Bakator nevű szőlőből nagyszerű borokat készít, egyben népzenész és etnográfus, úgyhogy úgy gondolom, hogy az ő jelenléte az emelni fogja a mi rendezvényünknek a színvonalát, és örömmel fogadjuk őt. Politikusok is bekapcsolódtak idővel ebben a rendezvénysorozatban. Egy-két nevet említsen, legyen szíves. Tudod dolog, hogy ez a rendezvény, ez a magyarsággal, határon túli magyarsággal, az összetartozással kapcsolatos, és hát vannak hál' Istennek olyan politikusaink, akik ezt az elvet vallják, illetve szimpatizáltak a mi elképzeléseinkkel. Több politikust is ki tudnék emelni, akik már jártak itt nálunk. Elsőként talán dr. Lomnici Zoltánt említeném, aki a legtöbbször volt Maglódon, és most is nagy örömmel és szeretettel fog jönni. Itt járt már a fia is egyébként, de Tőkés Lászlót is üdvözölhetünk már Maglódon, Potápi Árpád államtitkár urat, Páncél Károly, az Országgyűlés határon túli magyarokkal foglalkozó bizottságának a vezetőjét, és még mások is, természetesen az országgyűlési képviselőnk, dr. Szűcslős is rendszeresen itt van a mi rendezvényünkön, és ez nagy öröm számunkra. Volt itt már 100 éves vendég is, és voltak börtönből frissen szabadult vendégek is. Róluk is ejtsünk egy pár szót. Hát köszönhetően dr. Lomnici Zoltánnak, ő elhozta nekünk Rimaszombatból Ilonka nénit, azt a csodálatos pedagógus nőt, aki hát még 100 éven túl is harcolt a magyarságáért. Gyönyörű előadást tartott itt nekünk, nagy örömmel fogadtuk tényleg, és én azt hiszem, hogy mindnyájunknak példa lehet az ő emberi magatartása, a magyarsághoz való kötődése. Nagy érdeklődéssel figyeltük a délvidéki úgynevezett temerini fiúknak az esetét, és hát akkor, amikor a köztársasági elnökünk közbenjárására István és Árpád kiszabadult, akkor meghívtuk őket, itt voltak a rendezvényünkön, és sajnálatos módon nem tudom a harmadik fiúnak a nevét megmondani, még akkor börtönben volt, de minden évben az a kis pénzösszeg, ami a rendezvény bevételeként alakul ki, ezt az összeget akkor az ő tiszteletükre és az ő megtámogatásukra adtuk oda. Egyébként ezek az összegek, ezek mindig valamilyen nagyon jó célt szolgálnak, mindig valamilyen, igyekszünk egy jó célnak megfelelő helyre odaadni ezeket a pénzeszközöket. Megtudtuk, hogy a jellegzetes ételek, lövétei, kárpátaljai, lendvai, mátraszentimrei, maglódi specialitások, és persze a kulturális műsorok is a vendégek javát szolgálják majd. Hát Maglód verhetetlen a pecsánkába, tehát ez teljesen egyértelmű, úgyhogy mindenki nagyon elfogult a saját ételével, de hogyha objektívek akarunk lenni, akkor tényleg csodálatos ételek készültek. Ezek közül kiemelném a lövéteieknek a lecsipecsiét, ezt nem nagyon ismerik, ezt az ételt. Ez vastárcsán mindjárt a disznóvágásból kimetélt finom falatokat rögtön ilyen fokhagymás zsíron megsütnek, és ezt a tárcsát körbeállva hát eszegetnek és pálinkázgatnak és nótázgatnak. Ugye ehhez az ételhez nagyszerű hangulat is párosul. Nagyon finom ételeket készítenek a kárpátaljai asszonyok. Ők készítettek borslevest és toroskáposztát, ez is nagy népszerűségnek örvend. Karcsi barátunk Lendváról pedig a verhetetlen répa levesét adja elő, úgyhogy számunkra ez teljesen ismeretlen étel volt, ez is nagyon finom szokott lenni. Akkor jönnek a mátraszentimrei vadászok, akik muflomból, vaddisznóból, szarvasból készítenek vadételeket, tehát azt hiszem, hogy sorolhatnánk itt órákig, hogy micsoda finom ételek készülnek, és hát nyilvánvaló, hogy az itt lévő vendégek, illetve hát a maglódiakat is, a környékbelieket is nagy szeretettel várjuk, hogy ismerkedjenek meg ezekkel az ételekkel, meg azzal a kultúrműsorral, ami ez alatt a rendezvény alatt gyakorlatilag végigkíséri a mi háromnapos itt létünket. Hol laknak, hol alszanak ezek a vendégek, és hány napos egyáltalán a rendezvény? Hát 15-én, február 15-én, 16-án és 17-én lesz a rendezvény. A kezdetekben úgy volt, hogy minden vendéget sikerült háznál elszállásolnunk, de szerencsére most már olyan sokan vagyunk, hogy ez a létszám 100-on felül van, akik határon túl érkeznek, úgyhogy igénybe veszünk, itt Maglódon van egy panzió, és esetenként a gyömrői bagolyfogadót is igénybe kell venni, hogy el tudjuk szállásolni a vendégeket, de a vendégek nagy része, mint említem, azok itt a maglódi családoknál vannak elhelyezve.